milyen korodban, milyen művével előzött? Hát elsősorban, mint középiskolai tanár. Illetve még korábban megyek vissza a Huszárit film. Gondolom, itt sokan vagyunk, akik Huszárit filmjein szocializálódtunk, legalábbis a filmes világot tekintve. Én középiskolásként láttam is, nem tudom hányszor. Annyiszor már, hogy mikor már tudtam a dialógusokat, akkor abba hagytam a nézést egy időben, mert tudtam, hogy mit fog mondani Latinom is, meg Gajka Magy. De középiskolásként, Miskolcon voltam középiskolás, ott volt olyan miskolci rövidfilmfesztivál, és akkor emlékszem, ott középiskolásként láttam a Tisztelet az öregasszonyok, meg is szíven jutott a dolog, és bizonyos képeit a Szimbádban újra láttam. Tehát tulajdonképpen Kudival elsősorban Huszáriton keresztül, másrészt pedig, amikor a vajon vannak-e véletlenek, nincsenek, a Krúdi gimnáziumba sodort az éve, akkor középiskolai tanárként, magyar tanárként Krúdit is tanítottuk, és akkor elkezdtem alaposabban olvasgatni, részben a Szimbád novellákat kell középiskolában tanítani, alaposabban a Szimbád novellákat, Szimbád regényeket. És akkor jönnek a tágabb körök, hogy akkor megnézegette az ember a tudírozó szakirodalmat. Még emlékszem, ifjú koromban, amikor Cére Béla kiváló könyvben megjelent, akkor talán Mező tanár úr, Isten nyugosztalja, kért föl arra, hogy írjak már egy recenziót Cére Béla Rudi könyvéről. De ha már az ember elolvassa, és belép az igazán történészi vénán, hogy ha elolvassa Cére Bélát, akkor már el kell olvasni azt, amit ő megelőzte. És ráadásul kollégám volt, kedves kollégám volt Katona Béla bácsi, akkor Katona Béla bácsi könyvét, de akkor már Szabó Edette könyvét, de akkor már Kozma Dezsőjét, gyakorlatilag Fábri Annáért, és akkor jöttek a könyvek egymás után, amelyek Krúdiról szólnak. És mivel olyan elképesztő életműve van, amely Krúdinak, amely végigolvashatatlan szinte, ha 24 órát olvasunk, akkor még egy másik 24 kell, hogy írjunk róla. Tehát mindig tartogat meglepetéseket. Ma délután Söprin Aladárt olvasom, és Söprin Aladár 1933-ban a Nyugatban Krúdi halála után azt írja, hogy ha valaki Krúdiról akar írni, akkor Krúdi Gyula tintájába kell mártani a tollán. Egyrészt értjük, hogy mit sugal ezáltal Krúdi, hogy márthatom-e én a klaviatúrámat Krúdi tintájába. Másrészt megdöbbentő, hogy Söprin, aki kortársa Krúdinak, és egy olyan másfél fleknyi szövegben elképesztő értékelését adja ennek az életműnek. Nem lehet most sem jobbat vagy többet mondani annál, hogy Krúdi több értékelte néhány hónappal halála után Söprin. De mi is volt a kérdés, hogy találkoztunk? Aztán foglalkozgattam hosszabb ideig a Nyugat történetével, akkor megnézegettem, van olyan kérdés, ami Krúdi a Nyugatban. Akkor a színház kapcsán Krúdi színdarabjaival kacélkodtam egy időben, amikor néhány éve megjelent egy Születésnapi kalandok című, az Eltén kiadott kiadvány, amely Krúdi évforduló kapcsán Krúdi tanulmányokat tartalmazott, akkor azt olvasgatva, nem beszélve pedig arról, hogy kedves barátom Pető József tanár úr Krúdi tanulmányait, illetve Krúdi könyvét most is lapozgattam erre a beszélgetésre készülve. Tehát több impulzus, több irányból, részben akár halott szerzők, Söprin vagy Hevesi András egyéb kollégái Krúdinak életében, írótársai, nem kevésbé mondjuk Márai Krúdi regényét is olvasgatva, azt mondom, hogy többféle impulzus ért, nem beszélve arról, hogy amikor részben Krúdit szoktuk Nyíregyházán időnként, 5 évenként ünnepelni, de legutóbb is, amikor éppen Pető tanár úrral szervezgettünk egy konferenciát, tehát a zömmel ő szervezett, én egy fotókiállítás szerint hoztam össze feleségem segítségével. Tehát akkor is vele kellett jobban, el kellett mélyülni, Krúdival nem beszélve arról, hogy most Krúdi Gyula születése 140. évfordulójára
október 19-én szerveztünk egy Turi konferenciát, amely egy újabb lökés volt ahhoz, hogy Turi kimeríthetetlen életművét új szempontból próbáljon olvasni. És mi volt az erősebb vonulat? Az, hogy belesodoltál, mint krúdista, nártrúdiba, belesodoltál a főiskolán, mint irodalomtörténész és irodalomtanár, vagy ezek a hatások, hogy film, hogy krúdi tudókat olvasván, ez közelített jobban a író felé? Azt hiszem, hogy is. Amikor, hogy mondják, hogy amikor én még kisrác voltam, akkor a egykori Besenyei György tanárképző főiskola irodalom tanszékén volt egy olyan szelíd sugallat, hogy aki itt él, itt dolgozik, az előbb-utóbb a megyéből elszármazó, vagy a megyében született, megyében élő szerzőkkel foglalkozom már egy kicsit. Én akkor számot vetettem azzal, hogy Besenyei Györggyel nem biztos, hogy mélyen tudni foglalkozni. Egészen addig, amíg tavaly vagy tavaly előtt házasségemmel eljutottunk Besenyei, a Bakonszegre, és akkor szíven ütött az, hogy te jó Isten, ebben a házban, hát kellene ilyen személyes impulzusok akár Besenyeihez is. Tehát amikor kiderült az, hogy nem kényszerből, hogy illik foglalkozni helyi születésű emberekkel is, adódott az, hogy Móriczal, adódott az, hogy részben felkérésre, részben egy idő után belső sugallatként is, hogy ha kudélytudóval van, akkor már nézzük már meg egy kicsit. Esetleg olyan szempontból kicsit, amit még mások nem néztek meg. Vagy amikor Váci Mihály hagyatékában szét lehetett nézni Pesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Tehát voltak ilyen élmények is, de azt hiszem, hogy a Huszárik élményt azt az első között tartanám számon, ha a saját viszonyomat boncolgatnám Krúdival kapcsolatban. Krúdi Gyulát, nem tudom, időnként úgy érzi az ember, hogy muszáj szeretni, mert ugye ennek a városnak voltam az írója. Ugyanakkor vajon szerinted mennyire lehet valójában szeretni Krúdit? Ugye egyrészt mondtad, hogy óriási az életműve. Másrészt azért időnként felvetődhet az is, anélkül, hogy mélyebb fejtegetésre bocsátkozunk, hogy valamilyen írásait könnyebb olvasni, valamit viszont elég küzdelmes, hogy az ember átlágja magát rajta. Igen, úgy gondolom, hogy Krúdi sosem volt könnyű olvasni. Ennek magam számára van egy olyan magyarázat, de biztos más irodalmár is magyarázza így, hogy a magyar prózaolvasási hagyományban van azért egy olyan beidegzettségünk, hogy a Móriczi, Jókai Móriczi realisztikus megközelítési próza, ahol okokozatiság van, a nagyregény, az könnyebben olvasható. Szereti az olvasó azt, hogyha netán elkezdi a regény, és akkor tudja, hogy miről szól. Tudja, hogy ki a főhős, tudja, hogy valami konfliktus lesz valakit között, és akkor egyszer majd lesz egy tetőpont, és lesz egy megoldás. Elkezdjük a kauzalitás fontos az olvasmány élményünkben. Ráadásul nem árt, ha tudjuk, hogy mikor történik mindez. És amikor elkezdjük Krúdit olvasni, és a mondat első felében azt mondja, hogy itt a Szindbád 400 éves, a mondat végén már csak 100 éves, és közben még udvarolt is, akkor elvesztjük a fonalat. És azt mondja Krúdi, hogy Szindbádot nem vigasztalt az a 108 éves, aki viszont szeret. És némelyik akár 300 éves korában is viszont szerette. Tehát a realista olvasmányokhoz szokott gondolatrendszerünk megáll, mi van. Krúdinál felbomlik az idő, felbomlik a tér, a mondatok hosszúságá meghaladja olykor a tűrőképességüket. Kiváló nyelvész barátom Kemény Gábor valamelyik dolgozatában azt olvastam, nem értiben, hogy ő egyszer törekedett arra, hogy megszámolja a leghosszabb Krúdi mondatot, vajon hány tagmondatból áll. És az a dolgozat, amelyet olvastam, lehet, hogy a hosszabb mondatokat is talált, azt írta Kéményen, hogy 28 tagmondat is mondatot talált. Hát mondjuk nyelvészeti szemináriumon megkérdezem, hol a főmondat, kisdikém, hol a főmondat, keressük már meg, alá vagy mellé lenne. Valószínű Krúdi maga végképp nem tudta volna elmezni nyelvészetről a saját mondatot.
Tehát elbizonytalanodik a tér, elbizonytalanodik az idő, Krúdinál egyes mondatok hasonlataiban újabb regény témák tűnnek föl. Egy-egy mondatba ékelt másik, harmadik, ötödik, tizedik mondatban egy-egy újabb regény van, olykor nem is talál vissza az előzőhöz. És az a hajszolt világ, amelyben élünk, szándékosan nem mondom a közhelyes rohanó világot, ez nem alkalmas erre fajta elmélyülés. Leülök már, mert van 3 órán tudik olvasni, ha netán van, akkor honlapot olvasunk, origót vagy mindössze, de rövid híreket akarunk. Hát már egy A4-es is nehezen olvasunk el, nem hogy ezt tudni legyen. Azt szoktam mondani a hallgatóinknak, hogy tudik ősszel kellene olvasni. Nem csak azért, mert Huszárik megtalálta azokat az őszi jeleneteket, hanem olvashatok, mert készültem. Krúdi és az ősz témakörével kapcsolatban a Bordonkázás című kötetben néhány ilyen motívum, azt mondja Krúdi Gyula az Élettörténetem című szövegében, hogy az 1878. év egyik októberi napján Nyíregyházán egy nálfedeli házban az egykori Sztárekház szomszédságában, a Károly utcában egy fiúgyermek pillantotta meg a napvilágot. A szokásos borongós időjárás volt, amely így október vége felé a nyírségben, hogy visszavonhatatlanul elkövetkezik, mint az élet bolondos tavaszára, az élet mélyadósan merengő ősze. Na de, azt mondja később, az ősszel kapcsolatban. Én októberben születtem, amikor ritkán hallatszik a tücsök, de annál szomorúbb a hangulat. Az ősz elkomolyodva fekszik rá a ligetekre, kopott pirosságú kerítésekre, hirtelen elhagyatottnak látszó gyalogösvényekre. A múlt században, amelyben az én gyermekkorom esik, mondta magáról, nagyon fontos, nagyon pontosan igazodott az időjárás a csillagászati évhez. Szinte napra ki lehetett számítani, mikor kezdődik az ősz. Hát számoljuk úgy. Nem emlékszem abnormális időjárásra. A születésem napja körül komoly, esős, ködös, csípős ősz volt mindig. Az eső halhatatlan emlékezetességgel csorgott napokig a háztetőkkel. De nem volt azért kellemetlen az idő, mert mindnyájan vártuk a hosszadalmas esőket, amelyek nélkül nem lettek volna teljesek az életünk. Ez a mondat nem volt 28 mondatos, csak hogy 4, de az őszöz még, engedj meg, azt írja úgy, anyám az őszt szerette. Tavasszal, télen és nyáron szinte egykedvűen érte napjait, csak félig olvast el a regényeket, és Rosenberg bácsi, a zsidó tanító francia nyelv helyett vízvást taníthatott a héberektől, tahíthatta a héberek történetét. Anyám unottam, szórakozottan, üldögélt a húgas közelében. Ah, ősz, nyírségi csöndes ősz. Rosenberg bácsi életbe vágó fontossággal magyarázta Lafontaine nyelve helyett a héber vallás észszerűségét. Kisfehér bozontos feje átszerű. 5 évvel ezelőtt Pető József tanárommal, amikor Krúdi kapcsán konferenciát és kiállítást szerveztünk, akkor annak a kiállításnak az volt a címe, hogy a mélységi csendes ősz. Ebből a kiállításból most majd azért néhány dia látható lesz. Amit nem tudom, hogy folytatom tovább. Ősz van ugyan még, de már itt a közelítő ideál. Ha nem a tanítvány vagyok az egyetemen, és nem olvastam még Krúdit, akkor merre irányítanál, hol kezdjem ebben a Krúdi életben? Mi az, ami nem viaszt el rögtön, melyik korszakát vagy művét érdemes elkezdeni? Kettős válasz lehetne adni. Ha magyar szakos vagyok, vagy ha nem. Ha szeretek olvasni, vagy ha nem. Ha nyíregyházi vagyok, vagy ha nem. Mert ha nyíregyházi vagyok, mondjuk, akkor az NN című regény, vagy a Napraforgó lehetne az ajánlatolvasmány. És mindenek előtt valószínű Szinbád lehetne az ajánlatolvasmány. A Szinbád novellákban, ha elmélyülnék, akkor lehetett kedvet kapni a többi Krúdi regény és Krúdi novella elolvasásához.
amikor azon gondolkodunk, és hát tudjuk, hogy tudni sokáig nem volt népszerű. Nem volt benne semmi politikailag kihasználható. Azon gondolkodnánk, hogy Prudit hogy lehetne megszerettetni, akkor azt látnánk, hogy nem igaz az, hogy csak az őszi hangulatok, meg a nők mosolya, meg a Szimbád túlvilági, meg Sztambul kalandjai vannak itt, meg a bújtos romantikája van, a nyíregyházi sárnak a romantikája van benne. Van az Asszonyságok Díja című regénynek egy végén, most nem hoztam el, egy olyan egymásfél oldalas rész, ahol Prudi elképesztő érzékletességgel írja le a szülést. Hát honnan? Nem volt ő. A zseni. Ha azt mondjuk, hogy Prudi ilyen impressionista stílusban, Kemény Gábor dolgozatait, ha olvasunk, van, amikor megtalálja az impressionizmus, a szimbolizmus, a szecesszió, az expressionizmus, a szürrealizmus, mindenféle gazdag nyelvi képzeteit, amikor Pető tanárunk könyveit olvasjuk, akkor ennek a gazdagságnak birtokában vagyunk, de amikor azt látjuk, hogy Prudi nem csak az impressionista Prudi, hát ebben a hatalmas publicisztikai életünkben, akár a 20-as években, hát olyan éles látással vette észre azt a világot, amelyben élt. Azt a pesti nyomorúságot, amelyben élt. Mivel ennek a könyvnek ugye az a címe, hogy Gordonkázás, hát utána nézegettem, és Prudinak van egy ilyen című novellája, Gordonkázás, 1916. Nem töltöttem le, mert hosszú, de a Gordonkázásban például arról így Prudi a novella elején, illetve nem is biztos, hogy novella ez. Prudi gyakran besorolhatatlan most, tehát nem tudom milyen ebben a szövegben. Azt írja Prudi, de jó lett volna akkor élni a Földön, amikor nem volt háború. 1916. De jó lett volna akkor élni a Földön, amikor nem volt háború. De jó lett volna akkor élni a Földön, amikor Vörös Martit lehetett volna ismerni. Amikor veszélyeket lehetett volna írni a földfutárban, bejó lett volna élni a régi, bolondos, békés Magyarországon. És a novellának, vagy a tárcának a vége felé azt mondta, de jó volna 50 év múlva élni Magyarországon. 1916-ban. De jó volna 50 év múlva élni. Vajon, ami mindennapjainkról mit fognak mondani? Mit fognak mondani akkor Budapestről? Mit fognak mondani akkor a tábornokokról, a katonákról, a színésznőkről, a divatos írókról, tiszabrókról, a háború legendás alakjairól? És azzal fejezik be, de jó volna 50 év múlva egyszer végig sétálni a Dezongrási úton. Hát 1966-ban úgy nem sétálhatott a Dezongrási úton, de ha azt kérdezted, hogy mit mondanék a hallgatónak? Hát lehet, hogy azt mondanám, hogy a rövidebb írásokkal kezdve azokkal, amelyek majd esetleg kedvet csinálnak neki ahhoz, hogy a nagy regények felelessége. Köszönöm. Említetted a konferenciákat. Ugye nem sokkal vagyunk a legutolsó nyíregyházi konferencia után. Te, mint tanár és irodalomtörténész kaptál Kluditi illetően valami újabb inspirációt? Amikor jött a szelíd sugalom, hogy Kluditival kéne már foglalkozni, mert jön az évforduló, akkor neki ugrottam a Bezecki Gábor és Kelecsényi László szerkesztette új Kluditi sorozat 10-valahány kötetéjének. Hát először csak a természetesen a tartalomjegyzék. Végig néztem, hogy mi van benne olyan, ami számomra kuriózum vagy érdekes, vagy még nem mélyedtem el lenne, és így bukkantam ennek a sorozatnak a 7. kötetében. Nem azért, mert a 7. a maga, de a 7. kötetében fantasztikusan érdekes írásokat találtam, és szívem ütött a dolog, ugyanis Prudi Gyula 17 éves, ami írta ezt ezeket. A hihetetlen Prudi élet, hihetetlen méretű Prudi életműnek számos vagy számtalan olyan írása volt, vagy talán még mindig van, amelyek kötetben nem jelentek még meg. És ez a 7. kötet is egy csomó olyan írást, kritikát, eszét
tárcát közöl, amelyet könyvben még nem jelentek meg. És így bukkantam, készülvén erre a konferenciára, Krudinak a 17-18 éves korában írott című kritikáira. Krudi Gyula, most az életrajzát nem mondanám fel, mert részben Katona Béla bácsi könyvében, részben Pető tanár úr könyvében, akit érdekel, dokumentárban megleli. Krudi Gyula 1895-ben Debrecenben kötött ki, a debreceni ellenőr című lapnál 3 hónapig volt ott, 12 éves halikú újságban. És azt olvasom, hogy az akkori munkatársai a debreceni ellenőrben teljes jogú újságíróként fogadták el a 17 éves fiatalembert. És amikor elkezdik olvasni ezeket az írásait, akkor megrendít bennünket, hogy tényleg valóban lehetséges, hogy ezeket a szövegeket egy 17 évesen belül van. De ha elolvassuk Krudi Gyula nyomtatásban megjelent a legelső novelláját, amely Ádám és Éva címmel jelent meg, és ez 14 évesen írta, akkor azt gondoljuk, hogy nem Rembo volt az első csodagyerek a magyar, tehát a világirodalomban, hát akkor mi van Krudi Gyula? Rembóról azt mondjuk, hogy 15-19 éves kora, 20 éves kora táján írta meg világirodalmi rangú lírai életművét, ami 14 évesen ír olyan novellát, amelyre ha levennénk, hogy Krudi Gyula is 14 évesen, kortalan lenne a novella. Szóval Krudi Gyula debreceni ellenőrben író színi kritikái, Mohón végigolvasva többször találkoztam azzal, hogy mit tudtam meg a debreceni színházról, és hát abbéli szerencsém volt, hogy itt az egyetemi könyvtárunkban rábukkantam egy olyan monográfiára, amely a debreceni Csokonai Színház történetét dolgozta föl. Erről a korszakról persze keveset találtam, és akkor a kutató vagy az irodalom történész vakarja a fejét, hogy milyen jó lenne, hogyha még többet találnánk bennem, hol kéne fölbányászni azt, hogy azok a színész nevek, hát az Istennek nem találok sem utalásokat, egyetlen egyre találtam csak utalást, illetve kettőről Rózsahegyi Kálmánra is találtam utalást, de nagyon kevés olyan színész névre, aki akkor igazgató volt a Tiszenépő Dezsőre találtam több forrást, de a színészekre alig vagy. Tehát végetlen a tényleg munkára, így mondja Madás, tehát végetlen lehetőségek rejlenek akár egy mai olvasó számára is, ha Krúdi fiatalkori eredig zömében publikálatlan írásaid a bukkal. A színház, mesélj már nekünk a Hohenberg szeretőjéről. A Hohenberg szeretője szövegkönyvet önképpen tavaly keresztedett. Ha jól emlékszem, a megyei könyvtár vezetése sugalt valami olyat, hogy Krúdi tavaly, hogy Krúdi évforduló lesz, és volt már közös munkánk holokauszt ügyben, hogy Krúdi ügyben nem lenne kedvünk valamit csinálni, és akkor neki álltam Krúdi szövegeket olvasgatni, akkor valamiért az Álmos könyv került a kezembe első sorban, akkor elkezdtem az Álmos könyvet böngészni, elkezdtem nézegetni, mit lehetne színházi szempontból hasznosítani. Annál is inkább, mert ugye az a probléma, hogy nagyon álló képszerű. Hát kiáll egy ember és elkezdi mondani, hát a nézve azt, hogy most akkor mit csináljuk? Huszáriknak is nagy problémája volt, hogy hogy lehet filmesíteni, filmesebbé tenni Krúdit. Azon kívül, hogy eszközeink nyilván korlátozottak, tudásunk, eszközeink, lehetőségeink korlátozottak. Keletkezett egy olyan változatos forgatókönyv, amely az álom problémáját, Krúdi kedvenc motívumait szedte össze, néhol Szinbád is történik ezekben a szövegekben, és arra törekedtünk, hogy ne legyen túl hosszú, fogyasztható legyen, ha úgy tetszik, egyfelvonásos legyen, és akkor sokszor egybeolvastuk a feleségemmel, húztunk belőle, nem húztunk belőle, bele nem írtunk. Ugye ez egy nagy dramaturgiai kérdés, hogy írni-e bele írni túl Gyulába. Írni-e halott szerzővel, élő szerzővel nem írik, mert oda jön és forba ver, hogy mit csinálják. Shakespeare-el mit csinálnak, hát borzasztó, nem? Krúdival mit csinálunk? Na most nagyon érdekes dramaturgiai kérdés volt, hogy nem tudom, szabad-e elmondani, Pető tanár úr mit mondana rá, hogy
Hát némelyik krúdi mondat nem jó. Nem jó színházinak. Nem jó. Némelyiknél azt éreztük, hogy most minden rontás, kicsit össze van csak. Hát hol az alaj? Olvasjuk már nem egyszer. Nincs. Tízszer, nincs az. Vagy nincs meg az ár. Most mit csináljuk? Hagyjuk, vagy írjuk. Nyilván Krúdi 28 tagmondatos mondatait nem lehet színpadon elmondani. Akkor most csak rövidebb mondatokat? Vagy a 28 tagmondatos bontsuk fel, 28 egyszerű mondatot? Mikor Németh Lászlóval foglalkoztam egy időben, akkor Németh László azt mondja, hogy hogy utálja a dramaturgokat, mert mit mondanak? Azt mondják, hogy az ő szövege, Németh László szövege játszhatatlan színpadon, mondtak-e valami? Előveszünk Németh László dráma, hogy ekkora monológokból áll. Mit csinál a színész, amit ez monológus áll? Ekkora monológus, elmondani két és vagy három perc, mit csinál a másik? Rögtön elkezdték húzni azt, mint a Németh László, elegem van. Vagy a dramaturgok pedig valami igazsággal volt, hogy néha ki kellett tenni a pontot. Tehát ami most majd elhangzik, nem mind úgy értek. Muszáj belekontárkodni, muszáj alakítani egy kicsit, színháziasítani a kicsit. Néhol még így is úgy éreztük, hogy talán hosszúak a mondatok, de hát tudjuk, meg nem lehet tőmagatokban előadni. Tehát egy átmeneti állapot jött létre. Krúdi szövegekből igyekeztünk megtartani azt, hogy az álom, az emlékezés, a nem összefüggő cselekmény, valami kaleidoszkóp szerű Krúdiból, annál is inkább, hogy az ilyen amatőr, félamatőr, jó értelemben vett amatőr, félamatőr társulat, mindig vagy megrendelésre, vagy időre dolgoz. A megyei könyvtárban csináltuk meg először, az a tér sokkal nagyobb, mint ez, tehát oda volt kitalálva. Ott nagyobb tér volt, repertoárokat el tudtunk helyezni, színházat próbáltunk csinálni. Volt élő zene, hegedűs volt és gitáros, két zenetanár kollega segített a gitárból, és élő táncosok voltak, szóval élvezhetünk egy kicsit. De csak egyszer adtuk elő, és nagyon sajnál. Másodszor itt a konferencián adtuk elő tavaly, de már nem tudott jönni a hegedűs, meg nem tudott jönni a gitár. Akkor jött egy zongorista, Berki Armand tanáról segített nekünk, de az a táncos, aki végzett, aki tavaly táncolt, már végzett, tehát mi táncolt, tehát át kellett lenni. Az a legborzasztó, hogy elfogytak a diák. És odáig jutottunk, hogy nem sikerült kooptálnunk olyan diákot, aki eljátszaná az egyik szerepet, ugyanis hát tavaly azt találtuk ki, hogy két férfi, két nő szerepre íródik ez az előadás, tehát két fiú, két lány. A fiatalember, aki játszott velünk tavaly, neki tehetséges színész kettős egykori tanítványom volt, most már sajnos Írországban van, és nem sikerült új embert keresni, és hát odáig jutottunk, hogy én nekem kell eljárni. Örök kicsit adárni. Ami nem esik egyébként nehezemre, de csak úgy mihez tartás végeztünk most, akkor itt bohózkodik az öreg, szóval én nekem akartam színész lenni, és színész kicsitán. És hát köszönet a feleségemnek és a diákoknak, remélem hallják, hogy elfogadtak. És meg is kiadalítottak, nem? És meg is kiadalítottak. A Hohenberg, ennyi mondjuk a Hohenberg szeretője, sőt maga a Hohenberg sem. Akkor szerintem lássuk a idő van. Hát most az fog történni, ha már ilyen baráti vagyunk, hogy én most akkor elmegyek átlényegülni, és akkor megkapom a technikai segítséget, és akkor a következő fél órában jön a ember szeretője. Ami hasonlít Krúdira, ugye nem írtátok el. Nem írtunk bele.